Na ez aztán durva lesz. Herceg Csabi mindenkit kiosztott. Óriási botrány látszik kibontakozni a kőgazdag fiatalok szereplői között, bár Herceg Csabi igyekezett kitenni magáért. Üdvözölünk titeket a birodalmunkban. Amikor egy kerti partit adott, a kőgazdag fiatalok durván beleálltak, amiből hatalmas balhé lett. Tényleg. Bele van gravírozva a neve, hogy Herceg Csabi az összes evőeszköz. Már mindenki Vissás PS Georginak hívja. Neki beszéljük a másikat, nem mondjuk meg neki a személyébe. Én egyébként nem szoktam a negatív véleményekkel foglalkozni, de úgy gondolom, hogy most Filip és Metta túléptek egy határt. Elsősorban meghívtam őket a házamba, ahol hihetetlenül tiszteletlenek voltak. Nekem ne pikázza senki a vendéglátásomat, főleg ne egy olyan, akinek még a cica buliára sem ment el senki, mert ugye ez nem véletlen, ugye bár Metta. Filip, te pedig egy belvárosi lakásban sosem fogod megtudni, milyen az, mikor nem egy okos lépcsőházban indítod a napot, hanem a medence mellett a pálmafákkal. Nem mellesleg egyébként pár hónap tapasztalatod van a vállalkozásban, szóval én a helyedben inkább még szerény lennék. De majd visszatérünk erre akkor, hogyha neked is lesznek pálmafáid a kertedben, jelenleg még a kert sincs meg. Te kinek adsz igazat? Írd meg nekünk kommentbe!